Magas üzemanyag árak, a sofőrök egy része jobban átgondolja, mikor üljön autóba. Segítség minden órában, önkéntesek jelentkezését várja a Békés Csabai SOS telefonos lelkisegélyszolgálat. A Nagycsaládosok Országos Egyesülete elismerte a Dél-Alföldi régió önkénteseit. Jó estét kívánok! Önök a 7.tv híradóját látják. Több mint 3 milliárd forint értékű illegális árucikk Magyarországra érkezését akadályozta meg a Nemzeti Adó- és Vámhivatal bevetési igazgatósága a gyulai határátkelő helyen. Az elkövetők közel 107 ezer hamis parfümös üveget rejtettek el márkajelzés nélküli cipős dobozok mögé. A szállítmányt egy Görögországból Lengyelországba tartó teherautó rakterében találták. Az illatszerekről bebizonyosodott, hogy különféle világszerte ismert illatszermárkák hamisítványai. Több online felmérés szerint az üzemanyagársapka tavaly decemberi eltörlése óta az autósok egy része jobban megfontolja, hogy mikor üljön autóba. Az iparági szereplők beszámolója alapján a magas üzemanyagárak miatt leginkább benzinből fogy kevesebb. A dízel forgalma a céges vásárlók nagy száma miatt nem esett vissza jelentősen. A brüsszeli szankciók eredménye az, hogy a 480 forintos benzinárat már nem tudjuk az ország benzinkutyain a magyar családoknak a továbbiakban biztosítani. A kőolaj szankciók hatályba lépése után 2 nappal, ezért a kormány a MOL javaslatát megfogadva a benzinárstopot megszünteti. Tavaly december 6-án jelentette be Gulyás Gergely, miniszterelnökséget vezető miniszter, és Hernádi Zsolt, a MOL elnök vezérigazgatója, hogy az ellátás biztonság érdekében a kormány megszünteti az üzemanyagárstopot. Ezáltal az elmúlt 2 hónapban 480 forint helyett immár 6-700 forint körüli összegbe kerül 1 liter benzin vagy gázolaj a kutakon. Az általunk megkérdezett sofőrök egy része azóta igyekszik kevesebbet tankolni, de olyan is akadt, aki nem változtatott a szokásain. Igazából kicsi kevesebbet, de ugye én napi fogyasztó vagyok, hogy folyamatosan megyek, ugye? Hát ugyanannyit, mint eddig. Tehát semmivel sem kevesebbet. Nem is többet, tehát úgyhogy... Most már inkább fél tankokat tankolok, mert eddig azért megvártam egy kiürőt és egy teljes egészet. Hát valahol így ugyannyi végül is, de valahogy mégis másabb a kiadás. Kicsit jobban be tudom így osztani. Az egyik Békés Csabán működő hazai töltőállomás menedzsere arról számolt be híradónknak, hogy az üzemanyagársapka eltörlése óta valóban érzékenyebbek lettek az autósok az árra. Különösen igaz ez azokra a magánszemélyekre, akik benzin tankolnak. Szerinte a dízel esetében ez kevésbé érhető tetten, hiszen a céges sofőrök nagy többsége gázolajt vásárol, rájuk pedig kevésbé van hatással az aktuális árfolyam. Nálunk egy picit felcserélődtek az arányok. Mi benzinben sokkal erősebbek voltunk a 2021-es évben. Ez most pont megcserélődött a gázolaj tekintetében, tehát a gázolaj arányunk akkora, mint 2021-ben volt, és a benzin arányunk akkora, mint a gázolaj 2021-ben. A szakértő kitért arra is, hogy hosszú távon nem számít ellátási problémákra, ugyanakkor a dollár árfolyam és az uniós kőolajszankciók miatt továbbra is nehezen kiszámítható az üzemanyagok ára. Szerdától minden esetre jócskán kevesebbet kell majd fizetni a kutaknál, a benzin 10, míg a dízel nagykereskedelmi ára 25 forinttal mérséklődik majd. 6. helyen áll a Békés Csabai Széchenyi István 2 tanítási nyelvű közgazdasági technikum egy hazai technikumokat rangsoroló országos felmérés szerint. Az innovatív képzéstámogató központ által összeállított országos 100-as listán a szintén Békés Csabai Nemes Tihamér technikum a 31., a Vásárhelyi Pál technikum pedig a 35. helyen található. Az elemzés azt vizsgálta, hogy a tanulók milyen tanulmányi eredménnyel érkeznek az intézményekbe, hogyan aránylik az évismétlők száma a tanulói létszámhoz, és azt, hogy a diákok milyen eredménnyel teszik le az érettségi vizsgát.
A Békés Csabán 34 éve működő telefonos lelkisegélyszolgálat önkéntes segítőket keres. Olyan érettségivel rendelkező 25 és 65 év közötti személyek jelentkezését várják, akik együttérzéssel, odafigyeléssel fordulnak embertársaik felé, és elhivatottságot éreznek az önkéntes munka végzéséhez. Telefonos lelki elsősegélyszolgálat hallgatom. Békés Csabán 1988 óta működik a telefonos lelkisegélyszolgálat, amely a 116-123-as hívószámon a nap 24 órájában fogadja a segítséget kérő emberek hívását. Kétféle dolog van. Egyrészt, ha nincs teljesen akut, azonnali megoldandó probléma, akkor gyakorlatilag a meghallgatás, az együtt gondolkodás, az ötletelés, ami zajlik, átbeszélni, átkeretezni problémákat, ez a legfontosabb, és hát van az akut sürgősségi dolog, amikor ilyen azonnali megoldás. Ez a két dolog teljesen különbözik egymástól. A csapat bővítéséhez olyan 25 és 65 év közötti érettségizett felnőttek jelentkezését várják, akik együttérzéssel, odafigyeléssel fordulnak embertársaik felé, és kedvet, elhivatottságot éreznek magukban a telefonos segítő munka iránt. A leendő ügyelőket közel egy éves tanfolyamon készítik fel a feladatra. Kettő nagyobb részből áll. Az első 60 óra az önismeret, főleg, a második 60 óra pedig az ide tartozó, a munkához tartozó elmélet, és belekóstolnak abba, hogy mit is kell majd csinálni, hogyha már belépnek az önkéntes csapatba. A felkészítő képzés márciusban indul, az oktatásra február végéig e-mailben lehet jelentkezni. Szombaton Gyulán köszöntötték a Nagycsaládosok Országos Egyesületének vezetői a Dél-Alföldi régió önkénteseit. A helyi szervezetek munkatársait oklevéllel és ajándékcsomaggal ismerték el. A programot Schriffert Zille és Gyepes Ákos dél-alföldi táncelőadása nyitotta meg. Ezt követően Benedek Szilvia, a szervezet régiós vezetője, és Szákné Bajnai Zsuzsánna Márta, a Gyulai Nagycsaládosok Egyesületének titkára köszöntötte a megjelenteket. Az egyesület, az országos egyesületen belül nagyon sok kis egyesület, helyi egyesület létezik. Minden egyesületnek megvan a saját helyi profilja. Elsősorban a családoknak kínálunk olyan programokat, ami tartalmas és a gyerekekkel együtt eltöltött idő nagyon fontos, minőségi időt tudjanak tölteni a gyerekekkel. Benedek Szilvia kiemelte, hogy az önkéntesek szerves részei a Nagycsaládosok Országos Egyesületének. Önkéntesekből áll össze. Gyakorlatilag mindenki saját idejét áldozza arra, hogy ezt a közösséget szolgálja, ezért nagyon fontos számunkra az önkéntesek munkája. Bárki, aki úgy érzi, hogy szeretne adni a közösségért, szeretne jobbá tenni a világot, nagyon szívesen fogadjuk az egyesületeinkben, illetve egyesületeken belül is vannak aktívabb önkéntesek, akik a többi családnak az érdekeit szolgálják. Kardosné Gyurkó Katalin országos elnök elmondta, hogy a szervezet tevékenysége felöleli szinte az emberi élet minden területét. Mint kiemelten közhasznú szervezet, nem csupán a szorosan vett tagsággal tartják a kapcsolatot, hanem mindenkivel, aki bármilyen okból hozzájuk fordul segítségért. Én azt gondolom, azért nagyon fontos, mert a helyben, ahogy hogy érzik magukat a családok, az nagyon függ attól, hogy ott mi hat rájuk. És hogyha van egy közösség, ha nem egyedül állnak a világban, hanem számíthatnak egymásra, akkor sokkal bátrabban vállalnak gyermekeket. Stratégiai partnere vagyunk a jelenlegi kormánynak, nagyon jó és aktív az együttműködés, és az egyik fontos területe még a feladatainknak az az értékfelmutatás. Megmutatni azt, hogy 3, 4, 5 vagy még több gyermekkel is lehet szép és tartalmas életet élni. A Nagycsaládosok Országos Egyesületének több mint 250 helyi közössége tevékenykedik. Ez több mint 80 ezer embert jelent. Az eseményen elismerő oklevéllel és ajándékcsomaggal is jutalmazták a helyi szervezetek munkatársait.
Ugyan a kinti hőmérsékleten, a zord fagyos reggeleken még nem érezhető, de a természet már érzi az új évszak szelét. Lassan itt a tavasz, ezt pedig a hóvirágok megjelenése is jelzi a Szarvasi Arborétumban. Horváth Szabolcs tudósítása következik. Március 21-e ugye a csillagászati tavasznak a kezdete, ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a napi egyenlőség időszaka is elkövetkezik, és ilyenkor már természetesen több héttel előtte találkozhatunk ezekkel a mondjuk úgy, hogy kikelet hívó vagy kikelet megmutató növényekkel, például a hóvirággal, és ilyenkor azt szoktuk mondani, hogy a tavasz abszolút új életet lehel a természetbe. Itt vagyunk a Szarvasi Arborétumban, ahogyan ugye tőled is hallhattuk már, és én Kugyelláné Décsei Mónikához fordulok, aki a kommunikációs vezetője az Arborétumnak. Mekkora számban, vagy milyen hóvirágok találhatóak itt nálatok, és egyébként nem csak hóvirág, hanem, hogyha jól tudom, most érdekes módon azért többféle növény, vagy többféle virág is elkezdte bontogatni a szirmait, vagy szárnyait. Így van, lévén, hogy tél, mondhatjuk, alig volt, ezért egy kicsit a természet is ehhez kell, hogy idomuljon és változzon. És mi is észrevettük itt a kertben, hogy a hóvirágok igen nagy csoportban és szép számban bújnak elő. Ahol most éppen vagyunk, ott a pompás hóvirág nyílik több csoportban, de természetesen a 82 hektáros arborétumunkban több foltot is lehet megfigyelni, picit mondjuk később a kikeleti hóvirágot és a hosszú levelet, vagy a széles levelű hóvirágot is. Jellemző egyébként az, hogy már látjuk a téli jázminnak a virágzását, ez is egy kicsit korainak tűnik, el szokott telni egy kis idő, mire nyílnak a virágai, de például a téli bangitának is már látszódnak és mutatja azokat a kis apró bozontos szirmokat, amelyeket picit később szoktunk észrevenni. Mennyire lehet egyébként ilyen messze menő következtetéseket levonni ilyenkor, hogy tényleg most már azért ilyen 3-4 fokokra kelünk meg jó sötétre, meg hűvösre, meg inkább hidegre, tehát hogy akkor tényleg érkezhet a kikelet? Azt gondolom, hogy igen, bár az időjárás mindig megtréfálja a természetet is. Némileg látjuk azt, hogy ha sok csapadék hullott, akkor ez jót jelent majd a növényvilágunknak, a növényzetnek, de azért szoktak olyan februári napok lenni, amikor még beköszönt a tél, és olyankor hát a hó lehet, hogy betemeti a hóvirágokat, vagy a nyíló hagymásokat. Elég sok minden történik itt az Arborétum környékén, nem csak egy nagy sétát lehet tenni, hogyha jól tudom, azért maga az Arborétum újdonságokkal is készül nem sokára majd. Pontosan egy halösvényt fogunk avatni februárban, február elején. Ez egy érdekesség lesz azoknak, akik tényleg szeretnek hosszan sétálni, hiszen a Bolza Mariett sétányunkon végig gyalogolva a körösmenti szakaszon azokról az őshonos halfajokról is megtudnak információt, amelyeket talán nem ismernek, vagy ilyenkor azért nem biztos, hogy látják. Nagyon szépen köszönjük. Tehát őshonos halfajokkal is meg lehet ismerkedni és találkozni velük. Majd februárban nyílik a halösvény, de addig is el lehet látogatni. Folyamatosan nyitva van a Szarvasi Arborétumban, ahol legalább 1600 fajta fával, cserjével és vagy 250 féle lágyszárú növényen, gyönyörű szép virágokkal, hóvirággal és sok egyéb társaikkal is találkozhatunk. Sporttal folytatjuk. A Magyar Kupa 8-ad döntőjében folytatja szereplését a Békés Csaba 1912 előre együttese. A labdarúgó MB2 18. helyén álló Békés Csaba az első osztály 6. pozícióját elfoglaló zalaegerszegi TEFC-t fogadja szerdán a Kórház utcai stadionban. A Békés Csaba 2023-ban még veretlen a tétmérkőzéseken, hiszen győzött Kazincbarcikán, majd vasárnap 1-1-es döntetlent játszott a Gyirmót ellen. Hát igen, a hétvégén egy nehéz meccsünk volt, de szerintem nagyon jól teljesített a csapat, és most egy ugyanolyan erős csapatot várunk a Magyar Kupában, de itt is megpróbálunk mindent beleadni, és a cél a továbbítás. A Békés Csaba a szegedi VSE és az FC Nagykanizsa kiejtésével jutott be a Magyar Kupa 8-ad döntőjébe. A zalaegerszeg pedig a Kaposvár és a Kazincbarcika búcsúztatásával jutott a legjobb 16 közé. A két együttes között osztálykülönbség van, hiszen az előre az NB2 18. míg a ZT-je az NB1 6. helyén áll.
Nagyon jó csapat ellen játszunk, egy NB1-es középcsapat, akinek bár nem úgy sikerült a tavaszi rajtja, de ennek ellenére egy nagyon erős fizikálisan is, meg képességekben is egy nagyon jó csapat. A hazai pályán játszunk, a lelkesedéssel tudjuk ezt kompenzálni, ezt a fizikális és játéktudásbeli különbséget. Mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy ezt véghez tudjuk vinni. A Békés Csaba Zalaegerszeg Magyar Kupa mérkőzés szerdán 13 órakor kezdődik a Kórház utcai stadionban. Híradónkat látták, további híreinket és korábbi műsorainkat megtalálják a behír.hu oldalon. Köszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!